foglalt, hogy mondja el gondolatait a rendezvénnyel kapcsolatban, majd azt követően Sövényházi Balázs úr mutassa be a kiállítókat, a termelőket, mutassa be a szakmai konferencia programját, és a végén pedig Göttinger László urat, hogy ismertesse a két nap programját. Köszönjük, köszönjük szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai sajtótájékoztatónkon. Igazi különlegességgel készült a Csarnok Kft., illetve az együttműködő partnereink. Amikor Veszprémet el kell helyeznünk itt Magyarországon, akkor szerintem van egy fontos dolog, ami egy kicsit talán megkülönböztet bennünket a többi magyarországi várostól, hogy Veszprémben a turizmus nézzük, akkor soha nem a mennyiség vagy a tömegturizmus volt az, ami jellemezte a város, hanem sokkal inkább a minőségi turizmus. Ha megnézzük a város kulturális kínálatát, akkor ott is nagyon erőteljesen jelenik meg a nagyon magas minőség. Hogyha a város gasztronómiáját megnézzük, és mondjuk a gasztronómiai térképen próbáljuk elhelyezni a várost, akkor szintén büszkék lehetünk, hiszen évek óta, évtizedek óta vannak olyan veszprémi vendéglátóhelyek, amelyek az ország elitjéhez tartoznak. Tehát a mi közösségünknek nagyon fontos megkülönböztető jele a magas minőség. Más megközelítésből megvilágítani a dolgot, hogy fel szeretnénk használni a sertésnek a fülét, a farkát is. Ugye, hogyha valaki ezt hallja, akkor egyből arra asszociálják, hogy kocsonya, ez sem maradhat ki a repertoárból, de mi szeretnénk fülből salátát készíteni, vagy az első apróbb nyersanyagokból egy páskétomot, egy terint, amit ugye nem ilyen közkedvelt vagy népszerű, az emberek között szeretnénk megkedveltetni. Annak érdekében, hogy a kiállítók sem maradjanak ki magából a bemutatóból, szeretnénk a két sertésünkhöz azokat az alapanyagokat felhasználni, amelyeket a kiállítók felajánlanak, ahogy a Balázs is említette. Minden olyan anyagot, amit a helyben meg tudunk termelni, vagy meg tudnak termelni az emberek, ezt szeretnénk felhasználni annak érdekében, hogy népszerűsítsük a helyi kis termelőket. Amivel még kiegészül a dolog, hogy a Verga RT, remélem jól mondom, a Verga RT ajánlott fel még vadhúsból kolbászt. Mi szeretnénk kolbászt készíteni, egy hagyományos kolbászt, mert ugye a magyar ember azt találunk, nem hiányozhat a kolbászt, de egy kicsit más megvilágításba helyezni a kolbászt. Nem biztos, hogy lesz a piros paprika, de azért a hús az ott marad, a zsír azért megmarad. Egy citromos ízesítéssel egy kolbászt, nem tudjuk mennyire lesz ez népszerű az emberek körében. A császárszalonnát szeretnénk még felhasználni egy más megközelítésben, mert az emberek általában bemennek a boltba, a császárszalonnát vásárolnak és vagy megsütik, vagy valami hasonló módon készítik el, mert egy kicsit más megvilágításba szeretnénk helyezni. Remélem sikerül emelni a fényét a kiállításnak. Ugye az embereket a hasukon keresztül lehet legkönnyebben megfogni, azt mondja a fámot.